Nem járnak majd a buszok és a villamosok Budapesten, ez is elképzelhető február végén. Mert hogy leállhat a BKV, egy hónapig van pénzük, ezt mondja a cég vezérigazgatója. Igaz, most kaptak 14 milliárd forintot a fővárostól, de ezt nagyrészt az adósságuk törlesztésére költik. Ráadásul, amíg nem rendeződik a BKV helyzete, nem köthetnek új kollektív szerződést az alkalmazottakkal. Emiatt a szakszervezetek februárban tüntethetnek, sőt, lehet, hogy sztrájkolhatnak is. A tények riportja után Vitézi Dáviddal a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójával folytatjuk a témát. Érdeklődéssel várjuk, nem egészen értem én személyesen, hogy mi ennek a célja. Ki a felelős azért, hogy hitelállományunk már 80 milliárd feletti? Erről, a vagyis a demonstrációról beszél a BKV vezérigazgatója. Ezek a felvételek korábban készültek. A szakszervezetek vezetői bejelentették, hogy február 7-ére újabb tiltakozást szerveznek. Az egyik Mindezt elsősorban a kollektív szerződésük felbontása miatt. A vezérigazgató azonban azt mondja, amíg nem oldódnak meg a BKV pénzügyi gondjai, nem is lesz új szerződés. Most ebbe a helyzetbe a BKV-nak nincs szerződése májustól a szolgáltatásra, és nem tisztázott hogy milyen pénzügyi fedezete lesz. Ha én most kollektív szerződésben vállalkozok kifizetésekre, az olyan, mint a váltóhamisítás. A BKV működése 10 milliárd forintba kerül havonta. Ennek azonban csak a fele jön be egy bevételből. Ugyan a fővárosi közgyűlés 14 milliárdot ítélt meg a BKV-nak, ebből azonban 9-et a hitelük rendezésére kell fordítaniuk. Így jelenállás szerint csupán február végéig van pénzük. A hiányzó összegeket valamilyen forrásból, ugye a kormány szerint fővárosi forrásból részben, részben a, a költségvetésből elő kell teremteni. Ha ez nem teremthető elő, nem tudunk közszolgálati szerződést kötni. A BKV vezérigazgatója szerint hosszú távon az jelenthet megoldást, ha 60 milliárd forintos hitelüket valaki kifizeti. stúdióban Vitézi Dávid, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Próbálj meg nagyon praktikusan fölvázolni a jelenlegi helyzetet, már ami a BKV-t illeti. Mennyi pénz van most, ezen a héten, hétfő reggel a BKV kasszájában? A probléma összetett nagyon, és két problémát érdemes külön választani egymástól. Az egyik, hogy a, egyszerűsítsük le talán kisebb számokkal az érthető, hogyha átlagosan nézzük most munkanapot hétvégét egynek számolva, akkor a BKV működése egy nap, 380 millió forintba kerül körülbelül. Uh -huh. Ez a gázolaj, az áram, a, az alkalmazottak bére, az alkatrészeknek az átlagos költsége. Ez nyilván egy, egy átlagszám. Ebből jön ki ez a 139 milliárd, amit mindig uh, említünk. Uh, ebből a 380 millióból az utasok által befizetett jegybevétel a 137 millió forintra jön ki naponta. Uh -huh. Tehát kevesebb, mint a fele. A maradék az olyan pénz, amit a költségvetésekből kell összetenni. Nyilván a főváros a költségvetéséből is tesz bele valamennyit, de annak megvannak a maga korlátai. A főváros a maga által kivethető adókat már maximumon tartja, a iparőzési adó már a maximumon van. Tehát a maradékot azt valahogy a központi költségvetésnek kell beletenni. A probléma most abból ered, hogy ez a részhez hiányzik, és ez tetézi egy másik probléma, hogy a múltban sem volt ez mindig megoldva. Működött a BKV, de a múltban sem volt ez mindig megoldva. Csak mielőtt a világgazdasági válság beköszöntött, ezt mindenki a személyes életéből is lehet, hogy ismeri, vagy legalábbis ismer valakit, aki járti. A bankok adtak hitelt akkor is, hogyha nem volt az igazán reális, hogy valaki ezt vissza tudja fizetni. A BKV így járt, kapott hitelt, a béreket, a gázolajat működési hitelekből fedezte, bejött egy válság, megváltozott a bankok hozzáállása a világhoz, mondjuk így, ma már ilyesmire nem adnak hitelt, ráadásul a régieket is visszakérik. Hát meg vissza kell fizetni a hitelt, ez azért mindenhol a világon így van. Pontosan. Itt a probléma az talán az, hogy ezt a bizonyos fennmaradó összeget, vagyis a 380 137 millió, tehát a kettő különbözetét, ezt valamiből fedezni kéne, csak senki nem ad pénzt. A kormányzat például ugye azt a bizonyos normatív támogatást, ami járt volna, az zárolta. Ennek a feloldására van-e bármilyen remény, vagy ez mi múlik, hogy itt a tárgyalások Sz folytatódjanak? Ezen a héten szerdán fogja tárgyalni a kormány a BKV helyzetét, nekünk ezek az információink. Én biztos vagyok benne, hogy fog születni megoldás, hiszen senkinek nem érdeke az, hogy a budapesti tömegközlekedés leálljon. Most ennek a gazdaságpolitikai részén túl, hogy a, hogy a, budapesti gazdaság és ezáltal a magyar gazdaságnak egy motorja azért a budapesti tömegközlekedés. Egyet nem felejtsünk el, több mint a fele a budapestieknek, 55 a körülbelül, minden reggel tömegközlekedéssel indul el iskolába, munkába e a, na a napi dolgait elvégezni. Tehát ilyen szempontból ez Budapest vérkeringése. gyakorlatilag el lehetetleníteni a főváros életét, hogyha leállna a BKV, egy olyan, sztrájk esetén is ugyanúgy elképzelhető, Igen. és talán egészen látványos lesz is, és jó tárgyalási alap. De az, hogy minden egyes alkalommal elmondják azt, azt, hogy a BKV bajban van, aztán ott a végén valahogyan mégiscsak megmentik a BKV-t. Attól még úgy tűnik, mintha az egész mamut szervezetet nem tudnák gazdaságosá tenni. Lehet gazdaságosá tenni a BKV? -t? Nem. Akkor És emögött ez az elv van, hogy... Az, hogy működik a tömegközlekedés, az a, a budapesti gazdaságnak egy alapvető működési feltétele, az, az egészségünknek egy alapvető feltétele, hiszen lehet, hogy öregek a buszok, de még így is sokkal környezetbarátabb közlekedési mód a tömegközlekedés, mint bármi más. És hogyha ha nem tartanánk fönn egy ilyen jól szervezett tömegközlekedés, hiszen ez azért jó szervezet, eljut mindenhova a városban, éjjel nappal, akkor sokkal nagyobb lenne a környezetszennyezés. Európában és a modern nagyvárosokban, a, má, a többi kontinensen sehol nem működik úgy városi tömegközlekedés, hogy pusztán egybevételekből jegybevételekből magát. Budapesten mi sem tudjuk megoldani. Tehát piaci alapokra nem lehet helyezni a BKV-nek a működését, itt mindig kell egy főváros és egy kormányzat, aki beszáll és segít. Igen, és ez, ugye, hát ez azt jelenti, hogy az adófizetők pénzéből is teszünk haza, és ez azért van, mert az, aki nem használja a tömegközlekedést, hanem autózik, ő is érdekelt benne, hogy működjön ez a rendszer, hiszen a saját autójával sem tudna sehová jutni, hogyha mindenki autózna, és nem, nem lenne tömegközlekedés. Tehát itt van egy megosztás a költségeknek, nem csak azok fizetik ki, akik használják, hanem azok is, akik nem használják, mert ők is érdekeltek benne, hogy legyen tömegközlekedés. Ez az elv viszi előre a tömegközlekedést mindenhol. Budapesten nem egy túlzó rendszer működik. Prága a lakossága 26%-kal kisebb, tehát annyival kisebb a város, és ennek ellenére épp 26%-kal többet költenek tömegközlekedésre, uh -huh. mint Budapest. A velünk szinte megegyező méretű Bécsben a tömegközlekedés büdzséje majdnem dupla akkora, miközben csak a bérek különböznek, a gázolajat, ők is ugyanannyiért veszik, és a buszokat is. Tehát, ebben, ha a mai BKV-t legalább fönn szeretnénk tartani, akkor ezt a pénzt, ami hiányzik, ezt össze kell szedni, vagy költségvetésekből, vagy valamilyen új bevétel vagy akár különadóból, ugye Tarlós István azt inatkozta, hogy elkerülhetetlenné válhat a különadó a BKV-val kapcsolatban. Ugyanis, hogyha a BKV be fog dőlni, hogyha a cég megmentése nemzetgazdasági tárcai javaslatát fogadja el a kormány, Tarlós István szerint legalább 20 milliárdra, 20 milliárdos támogatás vagy bevételre 20 milliárd kellene a kormányzattól is. Nagyon részletes programot dolgoztunk ki, számos alternatívát hagyva a kormánynak, hogy mérlegelje a saját gazdaságpolitikai célkitűzéseit. Erről születhet döntés. között valóban szerepel az a közlekedési adó, amelyet már Nyáron egyébként egyszer az országgyűlés tárgyalt, akkor nem vezette be. Ez egy francia mintára tett javaslatot. Franciaországban fizetnek a vállalkozások közlekedési adót. Annyira. De van hogy milyen mintára jön létre. Tudja, az van... emberek azt mondják, hogy még egy külön adó? Így van. Van rengeteg megoldás. Letettünk. A dugódi is ilyen lehet, de azt nem lehet azonnal bevezetni, tehát abból nem tudjuk a következő hónapokat kifizetni. De valamilyen bevételt teremteni kell, mert egyébként a tömegközlekedés nem fog tudni működni. Mi a magunk részéről azt mondjuk, hogy Ömagában a hagyományos eszközök, amik szerintem rosszak, és sok évig alkalmazták őket, hogy minden hónapban egy jegyáremelés, vagy minden évben és járatritkítás, ezek ezt nem oldják meg. Hát azt mondja, hogy ne, el szeretnék kerülni a, a jegyáremelést. Igen. A jegyáremelés, Ugyanakkor szeretnék kontraproduktív. visszaszorítani kontraproduktív. Ugyanakkor szeretnék visszaszorítani a blitzelést. Ezt hogyan szeretnék elérni? A blitzelés visszaszorításában jelentős előfeszítéseket tettünk. Egyrészt bevontuk a közterület felügyelőket, akiknek már nem lehet bediktálni a szomszéd adatait, vagy valamelyik uh, uh, tévésztár adatait a saját helyet, hiszen be kell mutatni neki a személyigazolványt. Uhum. Másrésztről um, a, a, az első felszárási felszállási rendet bevezettük, mint egy 30 buszjáraton épp ma fejeződött be ez a program, és ezt folytatni fogjuk. Illetve elkezdtük az elektronikus jegyrendszer megvalósítását. Múlt héten döntött róla a közgyűlés, és 2014-re egy olyan elektronikus jegyrendszert fogunk megvalósítani, melynek részeként például elektronikus kapuk létesülnek majd a metróban. De hát akkor ez Ezzel... sem segít nekünk mondjuk márciustól, de, de ugye mondtam... sehol a világon ez a fajta az egyik cikkben olvastam, tehát onnan idézem, primitív rendszer, mint ami nálunk ez van. Ím. A jegyellenőrzés kapcsán ez nem működik, és nem is működik. sajnos évek, 2014, nem hát készítették még... elő, de nem, hát a közbeszerzési eljárásoknak van időgény, ezt nem tudjuk holna bevezetni. A közgyűlés a döntéseit meghozta, ezt előkészítettük, a Budapesti Közlekedési Központ ezt letett az asztalra ezt a javaslatot. De azt kell látni, hogy ha megdupláznánk a jegyárbevételeket, megdupláznák, akkor uh -huh. se oldódna meg a BKV finanszírozása, hiszen kevesebb, mint a felét képviselik. Egy jegyáremeléssel el lehet érni néhány millió forint többlet. Bevételt, de azt látjuk, az elmúlt, ugye, az elmúlt, két évben nem volt jegyáremelés, az új város vezetésében egy teljesen más filozófiát követ, de korábban az utolsó évek infláció feletti jegyáremelései, azok csökkentették a bevételt, mert annyian kezdtek el blitzelni, váltottak biciklire, taxira, autóra, nem be kell látni, hogy mi az a pont, ahonnan nem lehet terhelni tovább az embereket. Még a dugodira visszatérve, tehát mint, mint, közvetlen bevételre, annak a kialakítása meddig tarthat, és milyen felszereléssel jár ez, milyen előzetes beberuházással? A dugódi esetében font fontos azt tudni, hogy erre van egy kötelező vállalása az országnak a négyes metró uniós finanszírozása kapcsán, tehát itt nekünk mozgásterünk abban van, hogy mikor és hogyan alakítjuk ezt ki. A dugódi Alapvetően egy kamerarendszer, amely rögzíti a rendszámokat úgy, mint az autópályán a, a fizetési kötelezettséget, és ezt aztán ki lehet fizetni rengetegféle módon, mobiltelefonon, interneten keresztül. Ennek az infrastruktúrának a létrehozása, közbeszerzési eljárásokat mindent figyelembe véve körülbelül egy másfél év, onnantól kezdve, hogy a döntés megszületik. Mm. Mi minden előkészítő munkát megtettünk, tehát hogyha ezt a döntést meghozza a, a politika, akkor onnantól kezdve ezt be lehet vezetni ennyi idő alatt. És nyilvánvalóan ez, ez azt jelenti, hogy egy nagyon fontos finanszírozási forrás teremtünk. Egy fontos, hogy ezt nem lehet egy egyben elköteni működésre, ebből fejleszteni is kell a tömegközlekedést, hiszen az autósoknak nem, elé, tehát nem lehet csak sarcként bevezetni a dugódíjat, fejleszteni kell az alternatív környezetbarát szolgáltatásokat és főleg így a tömegközlekedést. Lesz strike február 7-től? A tömegközlekedési sztrájkok jogi szabályozása igencsak megváltozott, tehát ma már nem lehet úgy jogszerűen sztrájkot tartani a tömegközlekedésben, hogy minimum kétharmada a járatoknak nem közlekedik. Ez egy új törvény, amelyet az országgyűlés nemrég fogadott el. De ennek ellenére különböző lassító demonstrációk lehetnek, ugye kb. két éve volt egy hasonló már a BKV-nál. A dolgozók elégedetlenek, mi megpróbáljuk valahogy a középpontban a megoldást megtalálni. Ugyanakkor furamod, önöknek is jó lenne, hogyha lenne sztrájk, hiszen akkor mindenki Aztán... felkapná a fejét, hogy, hogy itt az, ez egy nagyon komoly probléma. Ma, amit muszáj valahogyan megoldani. Nézd, én azt gondolom, hogy nekünk az adunk, hogy felhívjuk a figyelmet számításokkal, alátámasztott dokumentációkkal. Szerintem egy senkinek nem érdeke, mert a budapesti gazdaságból megint adóbevételes neki. Nem működne a budapesti gazdaság egy-két, akárhány napra, és ez végül is rossz lenne mindenkinek, és még kevesebb pénzből tudnának gazdálkodni a döntéshozók. Szerintem ez nem jó senkinek. Ezt el is kéne kerülni. Azt kell látni, hogy amíg nincs meg a fedezet, addig jogszerűen mi olyan új kollektív szerződést nem tudunk kötni, amiben a munkatörvénykönyvénél bármilyen többletjutatás van. Nyilván mindent elvenni, ami többletjutatásként az elmúlt években kialakult a BKV-nál nem lehet. Hogy az egészet újra kell gombolni, az biztos, hiszen azért megváltoztak a gazdasági viszonyok. Én azt remélem, hogy létrejön egy olyan finanszírozási környezet a következő hónapokban, amiben ezt tudjuk kezelni. Ez azért is muszáj, mert március-április folyamán, ebben a két hónapban 30 milliárd forint hitelt kell visszafizetnünk a bankoknak. Tehát nagyon komoly likviditási válság lehet, hogyha nincs megoldás a És nincsen tovább. Talán Szerdátul egy picit